Mindenki azt mondja, Isten jelen van, ő segít neked, meghallgat, lát téged, ismer téged. De akkor miért ér engem bántalmazás? Úgy éreztem, Isten elhagyott engem. Talisha Thomas nem mindig érezte azt, hogy Isten cserben hagyta. Gyerekként szeretett gyülekezetbe járni. Egy pásztor gyermekeként nyomást érzett, hogy jó képet mutasson. Néha úgy éreztem, mintha hal lennék az üveggömbben, és mindenki engem nézne. Ha valami rosszat tettem, igyekeztem titkolni, mert nem akartam, hogy bárki megtudja. Középiskolában újabb rejtegetni valója lett, gyógyszerfüggősége. Egészségügyi problémákra kapott fájdalomcsillapítót. Aztán depressziójára Xanaxot. Mindkettőre hamar rászokott. Egyfajta menekülés volt a valóságtól, amikor begyógyszereztem magam. De a hatás elmúltával maradt a kettős élet miatti szégyen és bűntudat. A középiskola elején egy távoli rokon kezdte bántalmazni fizikailag és érzelmileg is. Kérte Istent, hogy legyen vége, de nem lett. Annyira elhagyatott voltam, amit addig Istenről hallottam, az távolabb volt az igazságtól, mint amit tapasztaltam. Folyamatos gyógyszerfüggősége ellenére Talisha fenntartotta magáról a jó keresztény látszatot, miközben egyre távolabb került Istentől. Aztán 17 évesen az interneten talált egy újabb fájdalomcsillapítót, a pornót. Amikor az első pornófilmet néztem, éreztem, hogy felszabadul az endorfin. Szó szerint olyan érzés volt, mint amikor bevettem a gyógyszereimet. Ugyanaz a nyugalom és jó érzés volt, hogy semmi más nem számít a világon. Mire Talisha kollégiumba költözött, egy 2 éves keresztény vezetőképzésre már teljesen felcserélte gyógyszereit a pornóra. Tényleg úgy éreztem, hogy egy mély lyukba zuhanó spirálra kerültem. Volt, hogy úgy rákattantam, hogy egész éjszaka fent voltam. Isten tiszteleten kimentem a mosdóba pornót nézni. Néha vezetés közben félreálltam, hogy pornót nézzek. Olyan mértékben uralmat vett az életemen, ahogy azt el sem tudtam képzelni. A fokozódó függőség ellenére elhitette magával, hogy ez nem árt. Úgy voltam vele, hogy ó, ugyan pornót nézek, de nem paráználkodom. Egész életemben így óvatoskodtam. Én nem ártok senkinek. Ezt mondtam magamnak, hogy senkinek nem ártok, de eközben végig magamnak ártottam. Miután lediplomázott, gyakornokként dolgozott egy gyülekezetben, de túl nehéz volt fenntartani a látszatot. Nem mondhatom el senkinek, hogy mi van velem, mert az tönkretenni a rólam alkotott véleményüket. Úgy voltam vele, Istenem, annyira kimerültem. Tudom, hogy nem ezt tartogatott számomra, de nem tudom, hogy mi van veled. Annyira magamra maradtam. Felsültem, elkeseredtem, és így tovább. Nem is tudom, valahogy úgy éreztem, hogy már nincs mit adnom. Valakinek el kell mondanom az egészet. Egyik este elhatározta, hogy bevallja függőségét szobatársának, egy másik gyakornoknak. Annyira féltem bevallani, de ugyanakkor meg is könnyebbültem, hogy végre elmondhattam valakinek, milyen súlyossá vált a dolog. Legalább nem érzem magam egyedül. A szobatársa ajánlott egy programot, amit traumával és függőséggel küzdő nők számára indítottak. Szó se lehet róla. Na nem. Úgy éreztem, ehhez magának Istennek kellene lejönni a mennyből és ezt mondania. Talisha szerint gyakorlatilag ez történt, amikor következő vasárnap Isten szólt hozzá a prédikáción keresztül. Isten valamiért a prédikátor szívére helyezte, hogy kifejezetten a szexuális függőséggel küzdő nőkhöz szóljon. Emlékszem, ahogy ott ültem, és azt gondoltam, tényleg hall engem. Olyan hosszú ideig nem tudtam, hogy hol van Isten. Nem tudtam, hogy tényleg lát-e engem. De abban a percben teljesen úgy éreztem, hogy lát, és szeret még ebben a nyomorult állapotban is. Másnap Talisha bevallotta függőségét a vezetőségnek. Imádkoztak érte, buzdították és segítettek neki jelentkezni a programra. Annyi hazugságot hajtogattam magamban. Undorodni fognak tőled, még beszélni sem akarnak majd veled. Mégis megtettem, és pont az ellenkezője történt.
Pont az ellenkezője. Rengeteg szeretetet kaptam. A program során Talisha megszabadult függőségéből, és újra odaszánta magát Istennek. Elmondtam Istennek, hogy meg kell bocsátanom neki, mert ez akadályoz abban, hogy közeledjek hozzá. Nehezteltem rá, hogy hol volt ő, míg velem ezek történtek. De nem ő ment el, hanem én távolodtam el tőle egyre messzebb. Én építettem a falakat közénk. Ma már boldog és gyarapodó családban él. Életmód tanácsadóként most más traumával és addikcióval küzdőknek segít bejutni az Istentől jövő szabadságba. Sokkal többek vagyunk, mint amit magunkról látunk. Többek, mint amit érdemlünk, vagy amit érünk. Többek vagyunk, mint a függőség és a trauma, amit megéltünk. Isten annyira jó és átsegít. Nem kell egyedül és elhagyatva éreznünk magunkat, mert Isten nem olyan. Ő elérhető mindenkinek.